sárga barack, befőzés, Jamnek, Móni nagyi konyhájában. Megérkeztek a barackok reggel korán, papa elment a piacra, és meghozta, hogy legyen mit. Befőzett télire sárga barackból. Itt már a vízben van, amit előtte ugye természetesen a barackokat lemossuk, és utána a forró vízbe beleteszem, és amikor tömbörödik, akkor leszedem a héját. Itt már hűl, amit előzőleg kiszedtem a forró vízből, és ez volt az a bizonyos fazék, aminek olyan nagyon széles a szája, hisz nagyon gyorsan így elpárolok belőle a fölösleges vízt, és persze a csepegtetőn is lecsökök addig, amíg ott hűl. A következő művelet, mikor már kihűlt, a sárga barack, leszedem a héját, és kiszedem a magot, majd ezt a lábas egy kicsit ferdén rakom, hogy legyen neki egy kis ejtése, és az egyik végébe majd odafolyik még a felesleges víz, ami nem kell a dzsembe, az lesz majd a szörp belőle, és csak a gyümölcsnek a húsa marad, amit a következő részben fogom megmutatni, hogy hogyan is fog kinézni. És már itt is rotyog ebben a széles fazékban, nem sokáig, 3 perc múlva beleteszem a cukrot, 3 perc múlva lezárom, és kész lesz. 5 kg barackhoz kellett 0,5 kg kristálycukor, és itt van már benne a dúzba az első adag. Elkészültek az idei 2009-es sárga barack dzsemjeim. Itt vannak szépen sorban, tehát 5 kg-hoz kicsivel több, mint 0,5 kg kristálycukor kellett bele, nincs benne tartósítószer, 2 csipetnyi citromsavat teszek bele, hogy 2 év múlva is ilyen mosolygós sárga barackjaim nézzenek velem szembe a Spice-ból.